Na, halli, sziasztok, Zsíros Deszka vagyok, és hát picit esik az eső, úgyhogy nem fogok döntögetni nagyon keményen, nem kísértjük a halált. Pont erről szeretnék egy picit beszélni, hogy lehet, hogy meg fog halni. Na, először is ez egy picit hosszú motoros út lesz, mivel hogy Izűre megyek pecázni. Szemerkél egyébként az eső, nem az, hogy furra esik, de gondolom, hogy a kamerának a lencséjére is rá csöpörgött, de mindegy, hát ez most így ilyen. És tehát pecázni megyek, úgyhogy ketté fogom szedni a videót, és a következő videó, csak itt esik egyébként az eső, most Hakonén megyünk keresztül, és ilyen jó kanyargós, jóságos út, ahol eléggé szoktam tépni és döntögetni, de ezúttal most nem valószínű, hogy fogok, mivel hogy egyik az, hogy itt vannak előttem az aljotók is, mivel ezeket beszoktam előzgetni, de az eső miatt most elállt, úgy néz ki, hogy nem tudom. Na mindegy, be van csatolva a bukósisak, ezt így hozzáteszem, védőruha van rajtam, kesztyű, minden. És így megyünk, mivel hogy tőlünk 130 km. Na de akkor térjünk rá a videóra, hogy honnan jön ez az egész, hogy mi történik, vagy mi fogok meghalni, vagy nem fogok, vagy mi lesz itt. Legelőször is ez úgy kezdődött, hogy nekem volt egy álmom, és ez nem csak egy álomról van szó, hanem mindjárt figyeljetek, ez egy nagyon összetett dolog. De ja, biztos valaki nem hisz benne. Fene se tudja egyébként, hogy hogy működnek ezek a dolgok, de minden álomnak van jelentősége. És ezúttal három személy álmodta úgymond meg, hogy valószínű, hogy meg fogok halni, úgyhogy na de elmondom, hogy mi történt. Az első álom az tőlem jött, és annyi volt, hogy ültem a fotelben, nem emlékszem rá, hogy haltam meg, vagy hogy nem, de ültem a fotelban, és a feleségem meg a lányom, így kívülről láttam magamat, meg a feleségemet, a lányomat, hogy sírnak ott rám borulva, és így mondtam volna, hogy nekik ne sírjanak, minden okéval vagyok, meg minden, hogy nincs semmi baj. De nem tudtam beszélni velük, nem hallották, amit mondtam. Csak így kívülről láttam az eseményeket, és ilyen eléggé szar érzés volt, hogy láttam őket szomorkodni, de még egyszer mondom, hogy semmi ilyen szomorú dolog nem volt benne. Ilyen elég jól éreztem magam. Aztán én is meséltem ezt egyébként a lányomnak, hogy ilyet álmodtam. És egy picit kinyitjuk a plexit, mert elkezdett beködösödni. Megnéztem az időjárás jelentést, és írta, hogy itt Hakonén fogok kapni egy kis esőt. És ezért befújtam a plexit, a bukónak a plexiét, ilyen vízlepergős cumóval, amit igazándiból az autó szélvédőre árulnak, de mindegy, úgy néz ki, hogy működik elég jól egyébként. A kamerának a lencsét is be kellett volna azzal fújnom, nem tudom most így mennyit látok ebből az egészből, vagy mennyit nem, hát ezt most nézzétek el így, az időjárásnak, ne nekem. Na tehát visszatérve, ez volt az első. De ja, néha álmodik az ember hülyeségeket, ez az amaz. Nekem is voltak már különböző álmok, meg egyszer ugye beszéltem arról is, hogy volt egy álmom, hogy a lányommal ilyen háborúban, pont amikor a robbanás történik, ott haltunk meg. De egyelőre az még nem következett be szerencsére. Na és, ja, csak úgy, már mondom, ja, így álmodtam, mindegy, azért a lányomnak elmeséltem, mert meg a feleségemnek is. Aztán nemrég valaki rámért az Instagramon, egy néző, aki azt mondta, hogy mindenképpen el szerette volna ezt mondani, mert rohadtul furcsa, hogy én voltam az álmában. És azt mondta, hogy motorral estem el, és úgy haltam meg. Valami olyasmit mondott, hogy kétszer estem el, az egyiknél tök simán felkeltem, minden oké volt, a másodiknál meg ott maradtam, és mondta, hogy annyira élethű volt az álom, meg minden, meg nem is érti, hogy miért én voltam az álmában, hogy nem is ismerjük egymást, se többi.
Hát mondom, kezd egy kicsit parás lenni a helyzet. És mondta, hogy nagyon vigyázzak, mert ja, hogy ezt támadta, és csak szeretett volna szólni, hogy figyeljek oda, vigyázzak magamra. Itt felhúzzuk a plexit. Hát mondom, oké, ez már úgy lehet, hogy valami. Ugye a kettő összefügg, én is azt támadtam, hogy végem lesz mind a botnak, de én meg ott támadtam az otthonunkban, tehát ott ültem a szófán. És tegnap előtt meg a lányom azt mondja, hogy volt egy nagyon furcsa álma. Mondom, ne. És azt mondta, hogy az volt az álma, hogy kiesett egy foga. És hát igen, saját magának tudta kihúzni. És hát ez itt egy eléggé köztudott dolog, és ez tényleg beszokott jönni általában. Hogyha valaki olyat álmodik, hogy kiesik a foga, akkor egy közeli családtag, vagy közeli hozzátartozó általában meg szokott halni. Hát mondom, nem már. Tehát így három ilyen, ez már nem lehet egy ilyen véletlen egybeesés, de hát remélem, hogy igen, de hát én most nagyon vigyázok egyébként. Csúj, nézzétek meg. De az a helyzet, hogy ez sem azon múlik egyébként, hogy én vigyázok, vagy nem. Na jó, amikor az ember nem vigyáz, és meg van hülyülve, akkor arra szokták mondani, hogy kísérti a sorsát. De ennek ellenére most itt jön szembe a kamion például, elaludt volna, átjön ide az én sávomba, és végem van, mint a gumibotnak. Tehát, ja, az ember úgy vigyáz, de hogyha valaminek meg kell történni, akkor az úgyis meg fog történni. De most én ezzel nem azt mondom, hogy ennek most meg kell történni, hogy nekem végem lesz, de ha esetleg úgy lenne, akkor nagyon sok mindent nem tudok ellene tenni. Még egyszer mondom, egy kamion szemből telibe verhet, vagy bármi történhet. És hát, ja, most ezzel ellentétben, régebben is már mondtam, hogy én úgy élem az életemet, hogy bármelyik pillanatban, ebben a pillanatban is, úgyhogy most el se köszöntem, vagyis hát elköszöntem a lányomtól, meg a feleségemtől, mikor eljöttem otthonról, de nem úgy köszöntem el, hogy soha többé nem fognak látni, hanem csak úgy, oké, megyek pecázni, úgyhogy sziasztok! És ugye ez egy másik tészta, mint amikor az ember azt érzi, hogy meg fog halni, és úgy akar elköszönni. De ja, nem úgy élem az életemet, hogy azt mondanám, hogy hú, még valamit... Ja persze, nem azt mondom, hogy most itt szeretnék meghalni például, de ha véletlenül igen, akkor azt mondhatom, hogy egy ilyen teljes életet éltem. Mindig azt csináltam, amit szerettem volna. Na, nagyjából ennyi volt, amit szerettem volna mondani. Aztán még itt nem kell, hogy feltétlenül kikapcsoljam a videót, bár nem tudom, így most ja, látom, hogy tele van eső cseppekkel a lencse. Ujjjj, úgyhogy nem biztos, hogy egy rohadtul élvezetes videó. Úgyhogy szerintem mindjárt valahol félreállok, aztán elpakolom a kamerát. De ez egy nagyon jó húzás volt, hogy a plexit bekentem ezzel a vízálló cuccal. Olyan szépen pereg le róla a víz. Egy kicsit így oldalra nézek, és sütty, így eltűnt az összes vízcsepp. Nagyon jó. Császárságos. Lehet látni, hogy arrafele is esik. Hát, hogy ilyen homályban van borulva az egész cucc. Én meg ott lehet látni már a tengert, ott van lent, és ott arra fogok menni. Na, el is állt az eső. Okésben vagyunk, úgy néz ki. Ja, most már jövök ki Hakonéból egyébként. Ez már Izü. Na oké, itt úgy néz ki, hogy egy kicsit szélesebb az út, úgyhogy ide félreállok, aztán ennek a videónak Bambi. Köszönöm, hogy megnéztétek, és hát... hú! Azt a rohadt! Láttátok? Jujj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 
Kirosz üzüme, ezt úgy hívják. Na, hasonló a csípése, mint a gyilkosnak az ószüzümének. Itt nem fogjuk befejezni a videót, hú, de beparáztam most. Na jó, van rajta motoros ruha, meg bokós isak, meg minden, de így is ez ilyen nyárias motoros cucc. És nem tudom, szerintem át tud rajta szúrni. Arretek. Olyan a színe egyébként, annyira ilyen sárga, hogy nem tudom, így kiszokott rázni a hideg. Picit kisebb, mint a gyilkos darázs, de nem sokkal, egy picivel kisebb. Takarodjunk tovább. Nem jó itt megállni az erdőbe. Ez is egy variáció, így is meg lehet halni egyébként, hogy megszúr egy darázs, nem megcsíp. Ez szuri egyébként, ez nem csípés. Nézzétek a benzinárakat, 172, 183, 150. A 172 az a regular, tehát a szimpla mezei. A drágább ugye az a prémium, a legolcsóbb az meg volt a gázolaj, és 300 méter múlva azt mondják, hogy takarodjak balra. Nem ennél a lámpánál, hanem a következőnél. De akkor már itt valahol tényleg félre kéne, itt szerintem tényleg félreállok, itt nincsenek lódarazsak, mert nagyon-nagyon hosszú lesz ez a videó. Oké, hát akkor most itt tényleg vége a mókának. Kikapcsolom, aztán a következő videó meg, ahol voltunk már pecázni, csak most már sokkal jobban itt van a szezonja, hogy tudunk halat is fogni, úgyhogy remélem, hogy fogunk majd valamit. Na, akkor találkozunk a következő videóban. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt is. Sziasztok!